Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És a lévében fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen neked egy részed. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. És az ige testélőn, és üdvözlünk lakozzék. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadának, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az utolsó idei hajnali szentmisénken itt a gazdagréti Szentangyalok templomban, és köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit is, akik média szolgálatunkkal tudnak bekapcsolódni a szentmise mai ünneplésébe, karácsony ünnepének küszöbén. Élő Erzsébet testvérünkért ajánljuk fel a szentmisénket az adakozó kérésének megfelelően. És imádkozunk elhunyt nagymamáért, Szabó Lajosnéért, és élő és elhunyt hozzátartozókért is. Tekintsünk magunkba, hogy miként és milyen buzgósággal éltük át az adventi szent időt. Kérjük a Jóisten kegyelmét életünkre, és a karácsony örömteli megünneplésére. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal,
irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, fiat test szerinti születésének napjára készülve, kérünk, méltatlan szolgáid iránt legyen irgalommal az ige, aki Szűz Máriától testet öltött és közöttünk lakott. A mi Urunk Jézus Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk. Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik. Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, épp úgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek! Elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét, nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Köve az egyháznak, jöjj, mensd meg a
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, közös imánkkal, szentmisénkkel itt állunk karácsony küszöbén, és még mindig szeretnénk valami biztatást, útmutatást kapni a Jóistentől arra vonatkozóan, hogy miként tudjuk majd tartalmassá és örömtelivé tenni az ünnepet. Az elmúlt napokban eltűnöttünk azon, hogy a hit ragyogja be azoknak az ünnepét, akik bíznak az Úrban, akik adventnek a fő üzenetét meghallják és elfogadják, az Emmánuel nevet, azt, hogy velünk az Isten. Az Úr neve lehet így módon is üzenet, Emmánuel, velünk az Isten. Jézus Krisztus lesz az Emmánuel, mert benne jött el közénk az Isten, testet öltött az örök ige. És ha már az Úr megszólításának, neveinek egyikét most kiemeljük, jól tesszük, hogyha ezen a mai adventi hajnalon a név jelentőségéről is elgondolkodunk. Izajás próféta mondja ki először azt, hogy a szűz méhében fogan fiút szül, és a neve Emmánuel lesz. És ez az evangélium üzenetének kezdetén is elhangzik. Az evangélium idézi azt, hogy az Úr közénk jön, és Jézus Krisztus közénk jövetele kapcsán ezt a prófétai szót állítja elénk, velünk az Isten. Amikor Gábor angyal megjelenik a szűzanyának názáreti otthonában, barlanglakásában, akkor nem csak azt közli vele, hogy az Úristen megtiszteli őt az anyassággal, mégpedig az örök igének, az Isten fiának, a magasságbeli fiának édesanyja lehet a szűzanya, hanem a Jézus nevet is közli vele. Az Úr velünk van és szabadít és üdvözít, ez is benne van a névben. Tehát amikor a nevet említjük, akkor az Istentől kapott küldetésre gondolunk. Gábor főangyal korábban, amikor megjelenik Zakariásnak, akkor is közli a nevet, hogy János lesz a neve. János lesz az
új szülött az előhírnök. És mivel Zakariás megnémul kételkedései miatt, amikor megszületik a gyermek és eljön a névadás eseménye, akkor írótáblát kér, és ráírja, hogy János a neve. És ebben a névben is, amit az Úr adott neki, elsősorban nem egy megszólításra alkalmas hangsort kap a család, hogy hogy kell kimondani majd a gyermek nevét, és általában amúgy is mások is viseltek ilyen nevet, hanem a küldetésre kell gondolnunk. Lehet sokunknak azonos neve, de a saját nevünkben és a saját személyiségünkben azt a küldetést kapjuk, amit Isten nekünk szánt. És talán mindannyiunkról elmondhatjuk, visszaemlékezve arra, hogy volt olyan állapotunk, amikor még nem voltunk az öntudatunknál, nem ismertük fel a világban való küldetésünket, de már a szeretteink körülvettek és megkereszteltettek, ha nem is mondták ki. Mindenkinek ott van a szívében egy újszülött gyermek esetében, hogy vajon milyen lesz az ő élete, vagy ahogy az evangéliumból idéztük, hogy mi lesz ebből a gyermekből, ezen tűnődött a család. És utána egy nagyon fontos mondat hangzott még el a mai evangéliumban, hogy felnövekedett a gyermek, és az Úr volt vele. És én ebben a mondatban fedezem föl a névnek a jelentőségét, azok után, hogy megegyeztek a gyermek nevében, keresztelő János esetében is, megegyeztek abban, hogy János a neve, akkor elindult a küldetés, mert az Úr volt vele. És mindnyájan így vagyunk emberi életünkben, fogantatásunktól, de a keresztény életbeli fogantatásunk, vagyis a keresztségünk, ami egyúttal már beleszületés is a krisztusi életbe, így vagyunk, hogy velünk van az Isten. Nem csak többes számban mondhatjuk az emberiség közös hitében, hogy az Úr Emmánuel, hanem személyesen is elmondhatjuk ezt. Velünk az Isten, velem van az Isten, ahogyan személyesen keresztelő Jánosra is kimondja az evangélium, mert vele volt az Isten. És ez az advent üzenete számunkra, és ennek az idei utolsó hajnali szentmisének az üzenete, hogyha velünk az Isten, akkor mi pedig legyünk Isten jelenlétében. Olyan értelemben, hogy odaadjuk magunkat neki. És talán két fontos igazságot jegyezhetünk meg ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent Isten jelenlétében lenni. Akkor gondoljunk arra az általánosan is ismert bölcs mondásra, hogy legyél ott, ahol vagy. Ezt sokszor emlegettük már, ezt a feladatot. Vagyis amit csinálsz, és ahol vagy, és abban a helyzetben, amelyben tenned kell valamit, akkor azt szolgált, azt a helyzetet, azt az ügyet, azt az embert, akihez az Úr oda küldött. És a másik, hogy add oda magadat egészen, vagyis, hogy az értékeinket ajándékozzuk oda másoknak. Tehát, ahogy a főparancs mondja, hogy adjuk oda az életünket Istennek, egészen teljes szívünkből, lelkünkből, minden erőnkből, és embertársainknak is, ahogyan bírjuk, szeressük őket úgy, ahogy önmagunkat. Ez tehát az advent üzenete. Így készüljünk az Emmánuel érkezésére, és
ebben a mai szentmisében is, pénteki nap lévén is, és majd talán a nap folyamán is gondoljuk át, hogy milyen volt az idei adventünk, hogy kellőképpen fel tudtunk-e készülni az Úr jövetre. Amen. Most pedig kérjük, testvéreim, az örök igét, adja ajkunkra és szívünkbe igéit, hogy tanúságot tehessünk az emberek között róla, és így készítsük az ő eljövetelét. Tégy bennünket igazi tanúságtevőké, Urunk, hogy megérezzék rajtunk jelenlétedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy soha senkit ne sértsünk meg szóval vagy tettel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy legyőzve önző természetünket, irgalmasságod eszközei lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szeretettel és felkészülten várjuk eljöveteledet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amikor ismét eljössz, Urunk, az áldást, amit a proféták által ígértél, add meg nekünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árasd el, Urunk, kegyelmed bőségével Erzsébet testvérünket, akiért a szentmisét fölajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, hatalmadnak nem állhat ellen senki. Kérünk, erősíts minket kegyelmeddel, hogy a hivatást, amit kaptunk, betöltsük, és felkészítsük testvéreinket eljöveteledre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adventi ének, amelynek felajánlási verszakait énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya szentelt házára. Urunk Istenünk, szolgáljon tökéletes engesztelésül ez az áldozat, amelyben az Isten tisztelet teljessége rejlik számunkra, hogy megváltónk érkezését megtisztult lélekkel ünnepeljük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata,
és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte Keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban vírasztva, dicséretében újongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt nagymamáról, és az elhunyt hozzátartozókról, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek,
és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a mai szent áldozás alkalmával is két szín alatt lehet áldozni. Aki a kezében szeretne áldozni, ők csak egy szín alatt tudnak majd az Úr Jézussal találkozni. A kihelyezett térdeplőkön is van lehetőség a szent áldozásra. Bűnbánati hangulatunkban, hiszen az advent a bűnbánatra is hangol minket, és ma bűnbánati nap van. A 143-as éneket fogjuk énekelni a szentáldozás közben.
Testvéreim, most a lelki áldozás imájával gondolunk azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szentmise ünneplésébe, és kegyelmi találkozásban szeretnének részesülni az Úr Jézussal. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Találkozó a jászol mellett. Turmezei Erzsébet verse. Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk, de most találkozót adunk, és a jászolnál mind-mind ott leszünk. A királynak tisztességet teszünk, a királynak, aki lejött közénk, s nem volt hová lehajtsa fejét. Mi, boldog népe, oda térdepelünk elébe, s meghallgatjuk, mi a parancsa, örömhírt vinni szerte szét, világosságot, mert nagy a sötét. Elhirdetni, hogy ő itt van jelen, futni a fénnyel át az éjjelen, őrizni reggelig. Szívünk a szent örömmel megtelik. Hiszen ha ez a gyermek a miénk lett, felettet minden fájó veszteséget, minden keserű könnyet letörül, karácsonyi béke ölel körül. Győzve a távolságon, téren, boldog betlehemi találkozóra, várlak, testvérem. Könyörögjünk. Urunk, mennyei eledellel tápláltál minket, kérünk, add kegyesen a te békédet, hogy szeretett fiad eljövetelekor égő lámpásokkal méltóképpen vonuljunk eléje, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, néhány hirdetést röviden összefoglalok az ünnep közelettével. Az első a lelki előkészület, a szentgyónás lehetősége, amely most is tart a templomunkban, még én magam is beülök gyóntatni, hogyha sokan lennének még, akik várnak a szentgyónásra. A szentmise után is van még lehetőség a karácsonyi gyónást elvégezni. Nagy szeretettel ajánlom a kedves média apostolainknak, az otthonukban velünk imádkozó testvéreinknek, hogy majd az ünnepi napokban, most már nyilván az ünnep előtt kevésbé lehetséges, de az ünnep nyolcadában is hívhatják a lelkipásztorukat, kérjék az otthoni látogatást, mindazok, akik nem tudnak elmenni a templomba, a szentgyónásnak, szentáldozásnak karácsonyi lehetőségét. Holnap reggel 8 órakor lesz szentmise, előtte zsolozsma, utána rózsafüzér, és délután 3 órakor kezdődik a pásztorjáték, majd azt követi a családok és a gyermekek szentmiséje.
Mindkét alkalmat az Apostol Televízió élő adásban fogja közvetíteni. Ajándékkoncert lesz az éjszaka 11:30-tól itt a templomban. Énekkarunk szeretné megajándékozni szép karácsonyi kórusművekkel az ide érkezőket, és majd egy alkalommal a televízió kedves nézőit is. Éjféli mise lesz a nevében szereplő időpontban, vagyis 24 órakor éjfélkor, és a karácsony ünnepén pedig, és másnapján, vasárnap és hétfőn, 10 órakor lesz az ünnepi szentmise. Karácsony előtt mindig szokás, legalábbis a gyermekeknek egy kedves régi jelképes hagyománya az, hogy ajándékot kérnek a Jézuskától. Hát most én is gyermeki szívvel kérek, és bizalommal kérek ajándékot a kis Jézustól, mégpedig a televíziónk, az Apostol TV támogatására. Immár elindult az adományvonalunk, a 13.600-as adományvonal, melynek 12-es kódja, vagyis melléke a mi katolikus vallási adományvonalunk, amellyel egy-egy mobil hívással vagy SMS-sel 500 forintot lehet felajánlani a televíziónk szolgálatára. Én azt tartanám most karácsonyi örömnek, ha minél többen tennének ilyen felajánlást, és ti is terjesztenétek ennek a lehetőségét, főleg a karácsonyi összejövetelek alkalmával. Azoknak is, akik kevésbé járnak templomba, vagy nem gyakorolják a hitüket, de a hit és annak szolgálata, főleg az elesettek, a szomorkodók, magányosok szolgálata, akikhez nagy szeretettel fordulunk az ünnepek alkalmával is, ez mindenkinek fontos. Hát így kérem a nagy lelkűségnek a támogatását és tovább adását. Most pedig az adventi ünnepi áldást adom rátok itt a gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV minden kedves nézőjére. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A mindenható és irgalmas Isten, akinek egyszülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közénk, és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, és árassza rátok gazdagon áldását. Amen. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között álhatatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben, és tevékenyek a szeretetben. Amen. Ti, akik most megváltunk, test szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején, nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Amen. A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, felszentelt papi kezeim kiterjesztése által, áldjon, őrizzen és védelmezzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísérése jelen védjük magunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menj és seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelked vezérének őre járnak a világban. Isten Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj életünk, magyarok szent őrangyala, könyörögj életünk,
Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörülj mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj